Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Segítség a Pécsi Lions háznak, 2 millió forintos adományt kapott a szervezet. Új jármű áll szolgálatba, tovább rója a köröket a pécsi gyerektaxi. Új terület, új pályák, új öltözők, 300 főre nőhet a pécsi sportolda létszáma. A Pécsi Lions Ház 26 éve biztosít szállást azoknak a távolról érkező családoknak és szülőknek, akik gyermeke kórházi kezelést igényel. A segítő feladatot ellátó intézményben emellett napközis fejlesztést is nyújtanak a rászoruló, vagy akár speciális nevelési igényű gyermekeknek is. Ezzel a városban egyedülálló tevékenységkört látnak el. Én azt gondolom, hogy minden közösségben fontos, hogy legyenek helyek. A Lions Ház az maga a nagybetűs jóság. A Pécs Normandia Lions Klub által fenntartott intézmény idén nehéz helyzetbe került, hiszen a szervezet a pandémia miatt lemondta azokat a rendezvényeket, amelyekből a működéshez szükséges bevételt gyűjtötték. Egy ilyen esztendőben, amit tulajdonképpen a világon senkinek nem kell bemutatni a 2020-as évben, ami mindenkit, így bennünket is sújtott, olyan költségek estek ki a bevételi oldalunkon az évi költségvetésünkből, például fajlagosan kevesebb a normatív bevételünk. A gazdasági tevékenységünket csak minimálisan tudtuk végezni, terembérbeadásunk korlátozott volt, pályázatokat nem tudtuk megvalósítani, és tényleg milliós nagyságrendben estek ki a bevételeink ebben az évben. Egy pécsi központú információs technológiai vállalat minden évben 1 millió forintot adományoz jótékony akciójukban. Az éves adakozásban a dolgozók javaslatára választják ki a támogatott szervezetet. Idén a felajánlott összeget a Lions Ház kapta meg. Ráadásul idén kétszeresét adják a jótékony szervezetnek. Maga az IT szektor, meg a Deutsche Telekom, mint a Dél-Dunántúl legnagyobb IT munkáltatója szerepel itt az IT szektorban. Az egész IT szektor idézőben jól jött ki ebből a két Covid hullámból, nálunk nem voltak komolyabb veszteségek, és ezt szeretnénk így is kifejezni, hogy egy kicsit többet is adományozunk, ezért ugye évvégén belenéztünk a pénztárcánkba, és úgy láttuk, hogy erre van lehetőségünk. A 2 millió forintos adomány a Lions Ház jövő évi alapfeladatainak ellátását biztosítja. Tovább róhatja a pécsi utakat a gyerektaxi. A Baranya Segít program legújabb elemeként a szülők és a gyermekek mindennapjait nagymértékben segítő, az országban egyedülálló szolgáltatást folytathatja a Pécsi Család és Karrierpont. Az ingyenes gyerektaxi 2018-ban indult. Ezzel a 9 személyes kis busszal végezték a szállítást, amit uniós forrásból bérelt a Pécsi Család és Karrierpont. November végén azonban lejárt a támogatási időszak, és kérdésessé vált a gyerektaxi működése. Sokan adakoztak, és most a busz megvásárlásához szükséges hiányzó összeget adományozta a Baranya megyei önkormányzat. Pécsi összefogás eredményre vezetett, a város, civil szervezetek, vállalkozások, és most a Baranya Segít programmal a szerény hozzájárulásomnak köszönhetően akkor most végre lehetőség van ennek az új járműnek a megvásárlására. A gyerektaxi azokat a 4 és 14 év közötti gyermekeket szállítja az iskolából lakóhelyükre vagy a külön órák helyszínére, akiket dolgozó vagy beteg szüleik nem tudnak kísérni. Az ingyenes és biztonságos gyerekszállítás mellett a kisbusz feladata a pandémia őszi hullámával kibővült. A karanténba került családoknak, veszélyeztetett korúaknak vagy betegeknek segítettek a bevásárlásban. A Baranya megyei önkormányzat elnökének, Dr. Lászlónak a félmilliós támogatásával összejött az a hiányzó összeg, ami a 9 személyes kisbusz megvásárlásához szükséges. Ugye ez az a kisbusz, amivel egyesületünk folytatni tudja a segítő tevékenységét. A jövőben további lehetőségeket biztosítana az egyesület a szülőknek, tágabb időkorlátok között a hirtelen fellépő igényekre is reagálhat a gyerektaxi. A regölés hagyománya is újjáéled a Pécs Donátusi Betlehemes játékban, amelyet a lelkes, többnyire amatőr színészekből álló helyi társulat ad elő évről évre több mint két évtizede a Donátusi kápolnában. A nyelvterületen fent maradt pásztorjátékok azok csak töredéke annak a nagy misztérium, karácsonyi misztérium játéknak, ami lehetett a középkorban.
Ezért, amikor elhatároztuk, hogy megújítjuk ezt a játékot az idén, ekkor ilyen kutató munkába kezdtünk, és nagyon sok középkori misztériumjátékot, iskolai drámajátékokat néztünk, keresgéltünk, és hát olyan gyönyörű dolgokat találtunk. Idén a hagyományokból merítkezve, megújult szövegkönyvvel, teljesen új jelmezekkel és más helyszínen várják a nézőket. Kint leszünk szabadtéren, de ezt mi függetlenül a Lépfenétől meg a Búvópestistől már elterveztük, hogy minél többen láthassák, mert hisz az elmúlt évek tapasztalása az volt, hogy a kápolna az ilyen hasas volt, 24-én 5 órakor, és hogy kivigyük a térre, ott minél többen szabadabban láthassák, és ezért megemeltük a fejdíszeket, maszkokat készítettem hozzá, és a jelmezek is annyira színesek és látványosak, hogy ez egy jó megvilágítás, minél jobban érvényesüljön. Az előadásra készület a karácsony örömét is közelebb hozza a szereplőknek. Szerintem van egy ilyen dolog, hogy így évről évre kicsit így kevésbé karácsony a karácsony gyerekkorban, de ez nagyon segít így beleélni magamat a karácsonyi ünnepkörbe. A donátusi pásztorjáték hagyományosan szenteste, december 24-én 17 órától látható a donátusi kápolnánál. A labdarúgás utánpótlás nevelés meghatározó képviselője városunkban a Pécsi Sportolda, ahol jelenleg csaknem 170 fiatal, tehetséges sportoló edz hétről hétre. Ezt a létszámot szeretnék növelni, így mintegy 300 gyermeknek sportolási, fejlődési és bizonyítási lehetőséget adni. Ehhez viszont új területre van szüksége az egyesületnek. A pécsi városvezetés ezért a Verseny utcai Várkölyi stadion egyik, ma salakos pályáját ajánlotta fel nekik. A több mint 5 év elkezdtünk ezt egy gyönyörű sportág, 12 gyerekkel, most már 170 gyerek pociznak nálunk, fiú meg a lány, és kicsit kinőttünk ezt a szenzációs csarnok. Már ne is beszélünk, hogy rengeteg nem pécsi sportolón van, és a Várkói stadion nagyon jó lesz. Ezek a gyerekek, akik vonatoznak, buszoznak, más városra jönnek nálunk, ez nagyon lesz az a hely. A Sportolda itt két U14-es korosztálynak megfelelő füves és műfüves salakos pályát vehet igénybe. Továbbá kialakítanak a területen egy kisméretű palánkos focipályát is. A sportolóknak emellett biztosítanának a területen világítást, öltözőket és a jövőben mobil lelátókat is, mintegy 300 millió forintért. Ehhez azonban szükségük van TAO felajánlásokra is. Körülbelül ilyen 200-250 millió TAO-ra lenne szükségünk ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a beruházást, amiben már benne lenne az öltözőépület is, illetve még a pályákra hiányzó összeg. Ezek az összegek ugye a vállalkozásoknak a könyvelési számaitól, tehát árbevétel nyereség számaitól függ, hogy ki mit tud felajánlani. Igazából szinte minden összegre nagy szükségünk van, úgyhogy ha valaki tud segíteni, akkor köszönjük szépen. A szerződés aláírása után a Sportolda fiatal reménységei birtokba vehetik az új pályákat, ahol tovább folytathatják majd az edzésmunkát. A pécsi Sportolda ma mintegy 170, zömében pécsi gyermekkel foglalkozik. A fejlesztést követően a tervezett létszám 300-ra bővülhet. Támogatás a végletekig elfáradt egészségügyi dolgozóknak névvel indított decemberben gyűjtést a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. A kampány lényege, hogy a csatlakozni kívánó helyi vállalkozások, éttermek, szolgáltatók vásárlási utalványokat állítanak ki, amelyeket meg lehet vásárolni, és az ebből befolyt összeget teljes egészében a pécsi egészségügyi dolgozók támogatására fordítják. Megpróbálunk olyan kényelmi szolgáltatásokat, éttermi szolgáltatásokat, masszást, mindent, amire a nővéreknek, ápolóknak, akár most, akár a későbbi időszakban szüksége lehet összegyűjteni, amivel egy picit segítjük azt a szektort is, ami most nagyon nehéz helyzetben van, hiszen az éttermek ugye korlátozás alá kerültek, tehát zárva vannak most már november eleje óta. Az árbevételük radikális mértékben lecsökkent, és ezzel egy picit ilyen körkörös gazdaság módjára egy cégvezető, egy magánszemély a kedvenc éttermének most kifizetve megvásárol egy utalványt, ez az utalvány a nővérekhez kerül, és akkor ez a
ez a kör ez végül is bezáródik azzal, hogy mindenki jót tett. Alig egy hét alatt több mint 1,5 millió forint értékű éttermi utalvány, étkezési és kényelmi szolgáltatás utalvány, valamint pénzbeli felajánlás érkezett. A legkülönfélébb éttermi masszázs. Volt cég, aki pénzbeli támogatást nyújtott, és egyeztetve az orvosokkal azt találtuk ki, hogy a legszükségesebb eszközöket fogja a kamara ezekből megvásárolni, tehát törölközők, pamutzoknik, testápolók. Az összegyűjtött utalványokat és tárgyi felajánlásokat a kamara munkatársai juttatták el a pécsi koronavírus ellátóközpontba. RapidEye, MathMatix, azaz Remix, ezen a néven indítottak online csatornát a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának és a Lővei Klára gimnázium matematika tanárai. A pedagógusok célja, hogy a középszintű matematika érettségére készülő diákoknak segítsenek, a tananyagot tematikus egységekre bontva ismertetik, a videóanyag pedig bárki számára ingyenesen elérhető. A tanárok tavasszal már szembesültek a digitális oktatás kihívásaival, most azonban nehezebb a helyzet, hiszen a tanév nagy része még hátra van, és egyelőre nem tudni, mikor ülhetnek vissza a diákok az iskolapadba. Nekik elsősorban az érettségizőknek nagy segítség a Páncél Róbert által kitalált Remix. Tavasszal, amikor beindult ez az egész digitális oktatás, azért nagyon gyerekcipőben járt minden. A pedagógusok akkor kezdték tanulni, mi az a Classroom, mi az a Microsoft Teams, Discord, stb. Egyéb felületek, és hát egy ilyen kis öntanulás volt, nem volt felkészítve ez a pedagógus társadalom arra, hogy normálisan véghez vihesse a digitális oktatást. Aztán ez egy szép, lassú, nehéz tanulási folyamat volt, és a mostani ősszel, a második hullám esetén viszont már jóval rutinosabban kezdtünk neki a dolognak, és azt érezzük, hogy igenis helye van ennek a projektnek, meg ezeknek az anyagoknak. Robert ötletéhez saját kollégái és a Lővei Klára gimnázium matematika tanárai is csatlakoztak. A 6 pedagógus a tananyagot témakörökre bontva, rövidítve, példákkal illusztrálva, 5-10 perces részekben készíti és tölti fel az oldalra. A digitális tartalomgyártásban már rutinosnak érzik magukat, és tudják, milyen fontos az online ismeretátadás biztosítása. Ők vannak igazán nagy bajban, mert ugye tavaly nagyon romos tanévük volt, az idei sem néz ki sokkal hatékonyabbnak, és akik messze esnek az online eléréstől, valamilyen ok miatt, vagy az iskola, vagy a saját családi háttérindexük hiányossága miatt, azoknak próbálunk segíteni, próbálunk utánuk nyúlni, és ilyen videóanyagokat készíteni. Ez a teljes középiskolai, középszintű matematika tananyagot le fogja fedni. Minden egyes témakörét leckékre bontjuk, és a leckéken belül elméleti hátteret tisztázó videó is készül, könnyű feladatok, bevezető feladatokat, a iskola példákat megoldó, a megoldását bemutató fájlok vagy videók is készülnek, és a nehezebb, már-már középszintű érettségére emlékeztető feladatokat is külön kategóriába soroljuk. A Remix csapatában a pécsi Lővei Klára gimnáziumból Kovács Ágnes, Porkoláb Tamás és Gara Szabolcs, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumából Cigány Gábor, Pál Csaba és Páncél Róbert dolgozik. A Remixről bővebb információ honlapján és közösségi oldalán található. Karácsonyi buszmegállót rendezett be decemberben az EON Pécsett a Megyeri téren. A cél egy olyan buszváró kialakítása volt, amely otthonos környezetet kínál az utazóközönségnek. Karácsonyi buszmegálló a vidéki városok közül csak Pécsett épült, az áramszolgáltató 3 forgalmas budapesti buszvárót változtatott át. Az átalakítás végeredménye egy ünnepváró szoba belső lett, ahol nem csupán a falak karácsonyi dekorációja, de a kanapé hatású ülések is szívmelengető látványt nyújtanak. Az első pillanat az mindig a meglepetésé, hisz nagyon hasonló ennek a hangulata, mint amit talán otthon próbálunk kialakítani ezekben a hetekben, és mindannyian örülnek annak, nagyon kedvező visszajelzéseket kapunk, hogy egy ilyen picike meglepetéssel mosolyt tudunk csalni az emberek arcára. Az áramszolgáltató azért választotta a Megyeri téri buszvárót, mert azt nem csupán a tömegközlekedők, hanem a 6-os számú főúton haladó autósok is láthatják. A karácsonyi buszmegálló januárban nyeri vissza eredeti külsejét.
Decemberben adták át a füzesdűlőt és a nyugati ipari utat összekötő útszakaszt. A kertvárosi forgalmat tehermentesítő út több mint 420 millió forintból épült meg. A 640 méter hosszú útszakasz az Expo Centert, a vásárteret, a Megyeri utat és a nyugati ipari utat köti össze. A fejlesztés eredményeképpen könnyebben megközelíthetők a környéken található iparterületek és ipari épületek. A beruházás részeként az úttal párhuzamosan egy 1,2 km hosszú kerékpárutat is kialakítottak. Az autóközlekedés szempontjából is fontos, hiszen ez egy olyan összekötő szakasz, amely segítségével a régi kertvárost tudjuk főleg a nagy teherautók szempontjából tehermentesíteni, és azzal, hogy a régi kertváros eletti Megyeri út szakaszt tehermentesítjük, így nyilvánvalóan az autósoknak és az egyéb alternatív közlekedési eszközzel utazóknak hát sokkal gyorsabban lesz lehetőségük akár a belvárosba eljutni. A kerékpárút kialakításánál a biciklisták biztonságos közlekedése volt a fő szempont, ezért nem csupán külön útszakaszt hoztak létre számukra, de az új jelzőlámpás átkelő helynél nyomógombos rendszert is telepítettek. A körülményekhez képest a lehető legbiztonságosabb akarunk kialakítására, ez egy nyomógombos átvezetés, nyomógombos jelzőlámpás átvezetés, ugye a kerékpáros odaér a kereszteződéshez, az átvezetéshez, megnyomja a nyomógombot, ugye a jelzőlámpa az autós számára pirosra vált, a kerékpárosnál zöldre, és így biztonságosan átközlekedhető a szakasz, illetve annyi plusz műszaki tartalma kerül kiegészítésre az eredeti vállalás, hogy kettő darab napelemes lámpa került elhelyezésre a két jelzőlámpa mindkét oldalára. A füzesdűlő útjának fejlesztését és az út mellett húzódó kerékpár útszakasz létrehozását az előző városvezetés kezdeményezte. Hamarosan elindulhat a Megyeri úttól a belvárosig tartó kerékpár útszakasz fejlesztése is, ez viszont már a mostani városvezetés tervei alapján. Advent második és harmadik hétvégéjén különleges látvány fogadta a pécsi belvárosban sétálókat. A belvárosi templom, vagy közismert nevén a dzsámi oldalát fenyőfák, szívecskék, betlehemi jelenet és számos más csodás gyermekrajz díszítette. A pécsi közönség fényfesztiválokon ismerte és szerette meg a fényfestést. A nyári vetítések mellett télen, az adventi időszakban is rendszerint ünnepi fényekbe öltöznek a belváros neves épületei. Idén gyerekrajz pályázatot hirdetett a Zsolnai Örökségkezelő, ahol három korosztályban mérettetnek meg az alkotások. A november 25-éig beérkezett több mint 1200 rajzból korcsoportonként 60-60 rajzot választott ki a szakmai zsűri. A digitalizálás után ezeket vetítették a dzsámi oldalára. A fényfestéssel újra színezett épületekre sokan voltak kíváncsiak az utolsó vetítési napon is. Szerintem felvidítja a lelkületünket, eleve a színek meg gyerekek készítik, tehát az ők is lelkületük tükröződik ebben. Nekem is van hasonló korú unokám, és éppen most hasonlítgattam, hogy a rajzban, hogy mit tud csinálni, hogy húzza a vonalakat, és csodálkozunk néha, hogy milyen szép formákat és színeket tudnak produkálni. Az én testvérem is osztálya rajzolt ezen a pályázaton, és a testvérem is szeretném megnézni. A járvány miatt elmaradt a hagyományos adventi vásár, így a megszokott kézműves bódésor helyett most a kivetített gyerekrajzokkal készítettek magukról fotókat a járókelők. Többen azt mondták, hogy a fényfestésen látható képek igazi karácsonyi hangulattal töltötték meg a belvárost. Különleges, meg jobb a hangulat, meg ügyes gyerekek, akik rajzolnak. Nagyon jó ötlet volt, hogy ezt megcsináltak, és nagyon kedvesek, nagyon ilyen pici gyerekek, 5-6 évesek, és egyik szebb, mint a másik, művésziek. A rajzokat érdemes volt alaposan megvizsgálni, hiszen a kiválasztott munkák közül a közönség választhatja ki a számára legjobban tetsző alkotásokat. Nem csak maga a pályázat mozgatta meg az embereket, hanem a közönség szavazás is, ugyanis 3 nap alatt már kb. 3500 szavazat érkezett. Ezeket a gyerekrajzpályázat.hu oldalon keresztül lehet leadni egy regisztrációt követően, és minden kategóriában egy-egy alkotásra lehet szavazni. A közönségszavazás december 18-án 17 óráig tart. Kategóriánként 6 alkotást díjaznak, a nyertesek a további alkotások készítéséhez használható tárgynyereményeket, ajándékutalványokat, művész eszközökből álló ajándékcsomagot, valamint technikai és informatikai eszközöket kapnak.
Decemberben ismét hazai pályán bizonyíthattak a Peac Pécs fiataljai. A csapatban még mindig sok a sérült és a beteg játékos, így Csirke Ferenc lehetőséget adott a fiataloknak, hogy újabb NB1-es mérkőzésen bizonyíthassanak. Nagy feladat várt a hazaiakra, hiszen az idényt remekül kezdő Cegléd érkezett Pécsre. A mérkőzés elején Csirke Ferenc a legerősebb kezdőt küldte pályára, de már az első negyedben sokat cserélt, és szinte minden pozíción rotált a játékosait a hazai mester. Ennek meg is lett az eredménye, egy nagyon szívós védekezéssel a Peac képes volt lépést tartani a vendégekkel. A Peac védőmunkájából Oroszlán részt vállalt a csapat válogatott centere Kis Virág, aki mind lepattanózásban, mind pontszerzésben remekelt. Kis mellett a csapat első számú irányítója, Szűcs Réka, valamint a lett válogatott Paula Strautmane is remekül játszott, aminek rövid időn belül meg is lett az eredménye. A félidei pihenőre 34-26-os pécsi vezetéssel mehettek a csapatok. Úgy látom, hogy nagyon nyugodtak tudtunk maradni. Tisztában voltunk azzal, hogy az előző meccsünket elvesztettük a Cegléd ellen, akkor, amikor még teljes keretünk volt. Most úgy léptünk ki a pályára, hogy nincs vesztenivalunk, és ez adta meg azt a bizonyos nyugodtságérzetet számunkra. Ahogy játszottunk, az első félidőben realizálódott bennünk, hogy igazából meg is nyerhetjük ezt a meccset. A második játék részben már látszott a fáradtság a Peac játékosain, mivel sok a hiányzó, az alapembereknek a megszokottnál jóval többet kellett dolgozniuk a mérkőzésen, ám a pécsi lányok az utolsó percekig hajtottak, és a negyedik negyedben tetemes előnyre tettek szert. Ezt már nem tudták ledolgozni a ceglédiek, így a találkozót az esélytelenebbnek tartott Peac nyerte 68-58-ra. Fantasztikus teljesítmény nyújtottak a lányok, tényleg csak maximális tisztelettel lehet róluk beszélni egyszerűen, amit ma is ide tettek a pályára, és főleg védekezésben azt a teljesítményt az utolsó leheletülik, küzdöttek. Bárki, aki pályára került, megtette a maximumot. Én úgy érzem, hogy egy fantasztikus győzelem volt, sajnos a jelzőkből már kifogytam. Tényleg, tehát ezt a Ceglédet, ezt a csapatot, aki pár napja 83 pontot dobott Szekszárdon, mi lefogtuk 60 pont alá, ez mindent elmond a mai teljesítményünkről. December 15-én pedig ismét a Lauber Dezső sportcsarnokban léphetett pályára a Peac. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szombaton is kitart a szürke, borongós idő, néhol szitálás, gyenge eső is előfordulhat. Délután plusz 6 fok körül alakulhat a hőmérséklet Pécsett. Vasárnap hajnalra plusz 3 fokig hűl le a levegő hőmérséklete, napközben már előfordulhatnak rövid napos időszakok, délután 7 fokra van kilátás városunkban. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket, viszontlátásra!